Most pedig Budai László a vendégem, már a Missió Tours ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszöntöm, László. Én is köszöntöm az LVTN nézőit. A hétvégén találkoztunk Mária Celben, hiszen magyarok nagyasszony az arándoklat volt. Azt hiszem mindannyiunknak nagy élmény volt, hiszen 660 éve már, hogy magyar zarándok hely Mária Cel. Bizonyos, tényleg nagy élmény volt, egyébként nagyon örültem a találkozásnak. Kicsi meglepetés volt, nem tudtam, hogy hogy szóval szép volt. Nagyon szép volt, újra megtörtöttük a, a kegy templomot, és hát a 650 éves évfordulón 2013-ban bizony akkor még többen voltunk. Gyakorlatilag a, a mi kis missziónknak az egyik hát olyan szép vetülete az, hogy hogy fölrajzoltuk a Mária utas keresztet vonattal is Európa közepének a, a térképére, hiszen, hiszen először elmentünk Csensztóhovába, aztán 2011-ben, az volt az első, 12 ben elmentünk Csíksomjóra és Csensztóhovába, és 2013-ban pedig már elmentünk Mária tehát a nyugati ága is beletjárva járva vonattal is, majd aztán kicsit később többször is elmentünk vonattal Medjugorjeba is, tehát a déli szára is meglett a keresznek. Nagyobb jelben győzni fogsz, hát azt hiszem, hogy erre a jelre nagyobb szükségünk van, mint valaha és ezt nagyon lehetett érezni Mária Celbe is, szerintem éreztük is mindketten. Nagyon jó volt a prédikáció, engem nagyon megérintett, megszólított Márfi Gyula nyugalmazott érsek atya prédikációja. Nagyon, nagyon jó volt, nagyon szép volt az Angelika kórusnak a közreműködése, nagyon-nagyon széppé emelkedetté tette a szertartást, és hát ne felejtsük el a mi Árpádunkat, Pálmai Árpád, Karnagy urat, egyházenészt, aki a, a mi kis történetünk, hiszen ez 13-ban kezdődött, nek minden alkalommal részese. Tehát most, amikor nem vonattal, hanem az zarándokoltunk is, ott volt velünk Árpád, és nagyban emelte az zarándoklatunk, és hát a valamennyiünk zarándoklatának is a színvonalát, hiszen a Szent Misébe most is ő volt a közreműködő, és hát akkor említsem meg a magunk részéről Barkó Ágoston atyát, aki viszont idén először jött velünk Mária de végre az idén már Bencés szerzetessel mentünk, mert hát van egy kicsit olyan úgy alakult a gondviselés, úgy alakította, hogy Csíksomjóra, Asztrik atyával, Ferences atyával, atyával, Timár Asztrikkal. mentünk egész mostanáig, még vissza nem került Somjóra, és most már nem kísér minket, hanem vár minket, a, illetve minden alkalommal Csensztóhovába a Pálos atyákkal mentünk, és megyünk majd a, a jövő évben is, majd erről még ejtünk szót. Nagyon-nagyon szép időnk is volt, nagyon szép volt a keresztút is, nem csak a Szent Mise, és nagyon-nagyon nagy élmény volt. Én remélem, hogy, hogy ez a magyarok zarándoklata, ez, ez fönnmarad. És hát őszintén én azért örülök neki, hogy mi a Missió Tours is ennek egy kicsit részeseivé váltunk az elmúlt tíz évben magunk módján igyekszünk segíteni, és ugye a hangosítással, és, és sok minden egyébbel is mi magunk is közreműködünk, és sokat dolgoznak rajta mások is. Ugye ott volt Varga János atya, a Pázmáneum rektor híveivel együtt hozta a zásztot, de hát Maurer Péter a háttérben ugyancsak a Szombathelyi Egyház megye részéről sokat tevékenykedik és dolgozik itt a háttérbe, De említsen meg, mert mindig a, a háttér munkások, akikről vagy nem mindig, de legtöbbször elfeledkezünk. Van egy Makai Lajosunk, aki 2013-ban még Bencés diákként dolgozott ott Mária Cellbe, azóta már ez az állása, sőt Lajos megnősült, sőt már gyermeke is van, és rengeteget segít nekünk a zarándoklatok előkészítésében, megszervezésében. Most is ott volt, és, és minden erejét megfeszítve segített a háttérbe. És ehhez a Mária már csak annyit mondanék, hogy hogy én nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy az idén is meghallhattam a harangzúgást, mert hogy az olyan felemelően szép érzés, amikor a magyarok zarándoklata úgy, ahogy az 13-ba is tettük, hogy felvonulunk a, a, parkolóktól. Ezt mondjuk egy kicsit sajnálom, hogy most már a, a magyar zarándokok nagy része az ott van a Székesegyházban, és, és nem jön ezzel a közös énekelt és harangzúgásos, mert ahogy közeledünk, akkor Mária Celnek megszólalnak a, a templomnak a harangjai, és, és az összes harangzúg úgy fogadnak minket. Én remélem, hogy ezt a jövőben sikerül majd újra úgy éleszteni, hogy, hogy nem csak a bécsiek csatlakoznak hozzánk, nem csak az alegerszegiek és a szombathelyiek, hanem a többi zarándok csoport is. Tudja, hát ugye Maria azért korábban is mindig egy ilyen találkozó hely volt az emigráns magyaroknak, ugye ezért is volt ott a Pázmáneum rektora, meg talán még volt néhány osztrák, Ausztriában szolgáló magyar lelkész. Igen, igen. Különösen gondolom addig, amíg Mincenti ott nyugodott és hát ugye ez egy új lendületet kaphatott a 2013-mal. Most azért még megemlíthetjük, hogy itt volt Magyarország Bécsi nagykövete is, Szilágyi Nébátor Fieditta ezen az ünnepi alkalmon, úgyhogy ez szerintem itt tényleg egy szép kerek ünnep volt, nem csak a, nekünk, magyarországi magyaroknak, de az Ausztriában élőknek is. Nagyon nagy megtiszteltetés uh -huh. volt, ő nemrég lett kinevezve, tehát uh, valójában, uh, de, de és még a kezdeményezés is tőle jött ugye ilyenek szoktak történni, de általában fordítva mi jelezzük, hogy, hogy megyünk ide vagy oda a különböző kegyhelyekre, az arándok helyekre, és főkonzulok mások csatlakoznak hozzánk. Nagyon-nagyon örülök a, a nagykövetasszony részvételének, csatlakozásának és a felajánlásának, hogy mindenben segíti a jövőben is ezeket az arándoklatokat. Úgyhogy igen, 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 ez tényleg hála Istennek, hogy ebben a széteső világban még azért meg lehet találni a kapaszkodókat és az egymásba kapaszkodókat, hiszen azt hiszem, hogy nagyobb szükség van rá. Ezt az elmúlt napok eseménye is erősítik, hogy mint valaha. Hát igen, ez pont október 7-én a Rózsa Füzér ünnepén volt ez a zarándoklat. Ugye másnap volt a Magyarok nagy a de pont azon a napon, amikor jöttünk haza, akkor kaptuk a híreket, hogy mi történt Izraelben, és hát nagyon sok zarándoklat is indul, indult és indult volna Izraelbe. Azért ez a misszió túrysznál is biztos, hogy vissza köszön. Hát folyamatosan kapcsolatban vagyunk a a Kinti kollégákkal, hiszen ottani idegenvezetőkkel, tegnap este is láthattuk a tévében is az egyik őjüket, aki megszólalt, próbálunk érdeklődni, ha úgy van, segíteni is a magunk lehetőségei között. És hát intézzük természetesen, hát holnap után reggel indult volna a következő csoportunk amelyet már lemondtunk, és, és hát dolgozunk nagyon sokat, dolgozunk, hogy hogyan tovább, tehát hogy mikor, hogyan várjuk a fejleményeket, de hát a legeslegfontosabb, amellett, hogy teljes biztonsággal kezeljük a magunk dolgait, csoportjait, amellett a legeslegfontosabb, hogy ott minél előbbé kell legyen, mert hogy ez ez nagyon nagy baj, ugye itt élünk egy háború árnyékában, és, és ha újabb és újabb háborúk indulnak el a világunkban, ebből ennek nem lesz jó vége. Tehát ez, ez már nincs, most sem jó, ami történik, sőt, tragé, borzalmas tragédia, rengeteg halottal, kegyetlen dolgokkal, de nem nem hogy mondjam, adjunk hálát a jó Istennek, hogy ezt egyenlőre az interneten meg a televízióban látjuk, de azért ez a világ, ez nagyon összeszűkült. Tehát azért nem szabad azt elfelejteni, hogy hogy ezek a repülőutak, két, három, négy órás repülőutakkal érkezünk meg bárhová, így a, ebben a környező világban, hát most nem a tengeren túra vagy vagy Ausztráliába, ugye ezek jóval nagyobb utak, de ez a belátható körülöttünk lévő Európánk, ami lassan elfelejti önmagát, a prédikáció is egy jelentős részben erről szólt egyébként szombaton. Azt hiszem, hogy nagyobb szükség van az imáinkra, és gyakorlatilag mi, amikor elkezdtünk imádkozni, mi szombaton délelőtt a, a, van egy kápolna ugye Mária celbe, és abban a kápolnában van a forrás. Két korsóból folyik, a, a, mint az ilyen kegyhelyeknek, ennek a helynek is megvan a megtisztulás szimbóluma, a kútja, és mi ott elmondtunk egy teljes rózsafüzért Ágoston, Bence és Atya vezetésével, és Pálmai Árpád közreműködésével. Hát nem is tudtuk, de de mennyire nagy, mert ugyanis már akkor a Szent Földön, Izraelben zajlottak az események, Viszont. a szomorú események, úgyhogy folyamatosan szükség van az imánkra, úgyhogy, folyamatosan szükség van továbbra is, hogy, hogy szervezzük azokat a lélekutakat, ahogy mi hívjuk ma már a zarándoklatainkat egymás közt is a, a kollégákkal, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy a, a természetesen buszja egy repülője egy nagyon sok minden kell ahhoz az út szálloda, szállás, ellátás, de legalább annyira fontos, hogy, hogy megfelelő lelki tartalom, ennek nagyon fontos része a, a megfelelő ö, lelki vezetők, akik vezetik. Fontos a résztvevőknek is a hozzáállása, nagyban segít nekünk ezeknél az utaknál, hogyha ha olyanok jönnek el, akik ők maguk is, maguk is vágynak arra, hogy lél, lelkileg megújulhassanak, feltöltekezzenek mert aztán van elég, ahol szívják le belőlünk ezeket a lelki erőket, ezeket a lelki energiákat, van elég, ahol kiadjuk, ahol segítsünk tovább, miután mi magunk is feltöltekeztünk. Hát igen, ezek a Máriak egy helyek mindig nagyon különlegesek. Jövő évben is azért a lehet választani utazást ilyen Mária helyekre és reméljük lesz is alkalmunk majd csatlakozni. Hát, megyünk idén is, megyünk jövőre is, most hirtelen ugye nagyon sokan át is jelentkeztek, úgyhogy fel is telnek Fatima, hamarosan a jövő évi Lourdi utak, de ami nagyon fontos, hogy újra megyünk vonattal, nem csak Csíksomjóra, a Boldogasszony és a, a missziós vonattal, ugye az egyik az négy napos, illetve a másik az rövidebb, hanem Felföldi László és Széke János Püspök atyák lelkivezetésével megyünk újra Lengyelországba a Fekete Madonna Zarándok vonattal, ezek mind megtalálhatóak részletesen a programok a honlapunkon, illetve hát természetesen medjugorje már márciusba, de májusba újra megyünk, is. és hát vannak meghirdetett, folyamatosan meghirdetett szentföldi útjaink, nagyon sok már, már, már alig van hely rajtuk, vagy hát van ahová még lehet jelentkezni, nagyon reméljük, tehát azért... Bízunk benne, hogy, hogy rövid időn belül vagy nem túl sokára rendeződnek a viszonyok a Szentföldön, de erre tényleg nagyon odafigyelünk, és ezt folyamatosan kapjuk az információkat, és erről tájékoztatjuk az arándoktársakat is. Úgyhogy igen, sok tervünk van. Mennyire sok... egyébként, bocsánat itt arra, Szentföld kapcsán, mi akik azért többször jártunk ott, Szerintem, ha rendeződik a helyzet, szívesen útra kelünk, de azért az utasokban néha ott a bizonytalanság, hogy mi lesz, ha. Mit lehet ilyenkor mondani nekik? Hát én részben sajnos addig jutottunk, hogy manapság Párizsban, vagy más, most nehogy ne, Párizs megtámadjon engem, hogy pont őket mondtam, de, de a világ sok pontján nagyon-nagyon veszélyes lehet hiszen látunk olyan eseményeket. Kétségtelen, hogy nagyon-nagyon vigyáznak, vigyáztak ránk mindig is. Tehát ez a szervezés, tehát mi hivatalosan teszünk mindent a repülőjegy, a repülő utaktól elkezdve a kinti programokig, ez azért nagyon-nagyon fontos. És e, ugye nem véletlen az, hogy például a, a konzuli szolgálatot oly sokat emlegették, hogy regisztráljanak, most is, akik még kint vannak, most még ide érkeztem, és hívtak telefonon, ugye már említettem, hogy, hogy segítséget kérnek, mert, mert e, ezt nagyon sokan elfelejtik. Tehát lehet, hogy manapság már interneten meg lehet rendelni, könnyedén egy repülőjegyet, egy szállodát, egy egyebet, de azért mi nagyon-nagyon sok mindent a saját gyakorlatunk kialakult, nagyon pontos szakmai tudásunk, tapasztalatunk alapján olyat tudunk mellé tenni, ami akár egy gyakorlott Szentföldjárónak is nagy segítség lehet adott esetben. Bár ne legyen rá szükség, nem csak a Szentföldön, máshol sem azt tudom mondani, hogy, 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 természetesen kellő odafigyeléssel, nagyon megbízható szervezés mellett, viszont ha egy mód van rá, az életbe egyszer el kell jutni a Szentföldre. Aki ezt megteheti, és, és, és tényleg érez ez iránt vágyat, akkor jöjjön el. Tehát más, onnantól kezdve megváltozik minden. Az a szentírás, azok a szentmiség, mind a, a hitéletünk, hiszen ez mind a Bibliára alapul, az Ó és Új Szövetségre, de egyáltalán a világlátásunk. Ugye ma, tegnap épp hallottam az egyik televízió csatornán egy beszélgetést egy rabbival, aki olyan szépen mondta, hogy a zsidó-keresztény az már nem annyira szép, hogy kultúránk van nagy veszélybe. Mert hogy a fenyegetések, hogyha valaki hallotta, már nem csak a zsidókról szóltak a másik fél részéről, most az elmúlt egy-két napban, hanem zsidókról és keresztényekről. Tényleg össze kell fognunk, és ezekből töltekeznünk kell ezekre a helyekre, ha van lehetőség, rá menjünk el, ha nem, akkor olvassuk legalább el, tájékozódjunk felőle, töltekezzünk belőle, de, de ezt, ezt mindenkinek magának kell éreznie, tehát hogy tényleg úgy érzi, hogy, hogy, hogy elindul, elmer menni. Nagy bennünk a vágy, azért ez nagyon fontos, hogy, hogy a pandémia alatt én azt hittem, hogy na, most már az emberek nem fognak utazni, hát ez nem ö, valósult meg, nagyobb az utazás iránti kedv, mint bármikor. Hát aztán, hogy most, most ezek a legújabb események mit tesznek, de most is nagyon sokan nem azt kérik, hogy... hogy hogy fizessük vissza, küldjük vissza a részvételi díjukat, hanem hogy tegyük át mások utakra, másik utakra. Érthető, hiszen akkor, amikor már majd lehet utazni, nagyon sokan fognak és, és nyilvánvaló, hogy azok lesznek először, akik már ott vannak, és akár hát természetesen nekünk is az az elsődleges feladatunk, hogy az ő jelentkezéseiket teljesítsük, tehát ezzel is számolnak az emberek. Hát az idő megmutatja, van még egy-két hónapunk, amikor, ami után majd aztán azt hiszem, hogy lesz majd mint gondolkodnunk, látjuk majd, hogy mivé fejlődnek az események. Viszont az is igaz, hogy most még inkább gondolkodunk abban, hogy ezeket a lehetőségeket még inkább felmutassuk itt. Ezért nagyon fontosak. A számosság élményét nagyon-nagyon erősen megadó például zarándokonatok, mert hogy olyan jól esik együtt lenni akár ezer emberrel is. Olyan jól esik, most mondta valaki Mária Celbe, hogy át, és csak nézte, hogy mi még mindig jövünk, és még ezek még mindig sárga stólások, kendősök, és még ez mindig az a csoport, amikor vonultunk fel Csíksomjóra a kegy templom fele, hogy, hogy milyen sokan vagyunk, és elmondta ott, hogy, hogy ő abban a pillanatban, hogy megjelent a, a program a honlapunkon, ő figyelte, és ő már jelentkezett nagyon jól esett egyébként, mert hogy, hogy, eldöntötte, hogy ő jövőre, ő ebbe a közösségbe ott akar lenni. És már egyszer is mindenki magyar volt szombaton. Milyen jó érzés Igen. érzés volt. Hát, de azért, tehát ennyire itthon vagyunk mi ebben a közép-európánkban, a Kárpát-medencénkben és még azon túl is, hogyha belegondolunk Csíksomjó, Csensztóhova, Mária Cell, ne soroljam tovább, tehát azért mindegyikhez köze nem mondjuk, hogy magyar alapítású, mert azért ezt a, a bencés atyák nem pont így fogalmazták szombaton, de nélkülünk nem indult volna mindez el, már mint Nagy Lajos királyunk, ahogy Mihály atya a mostani prior fogalmazta, azért ott volt a kezdeteknél, és, menj, és hát ott vagyunk a bejárat fölött is, ugye ott van a magyar korona is, a címer is, látszik a, a domborművön, úgyhogy hát, ki van írva Magna Domina hungar, Ennyi. így lehet csak belépni Ennyi. oda úgy, Ennyi. Hogy... Ez, igen, és az milyen jó érzés igen. Azért, őszintén megmondva, hát euh, vigyázzunk, mert én, én azt hiszem, hogy a Jócs Jól euh, Kazinci által kapott kölcsönvet jelmondatunk alapján euh, nagyon kell vigyáznunk a erre az örökségre. Tehát igazán erről szól, erre hívjuk a jövő évre is, a Mission Tours programjaira, vonatjaira, zarándoklataira, lelki alkalmat alkalmatató lélekútjaira, az LVTN. Meg hát valamennyi hívő, vagy nem csak hívők jönnek, sokan jönnek velünk keresők is. Nagyon-nagyon fontos, hogy 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 örülünk annak, hogyha tudunk segíteni olyanoknak is, akik akár a mi szerény, de határozottan törekvő segítségünkkel, közvetítésünkkel hitet, még hozzá keresztény hitet. Nagyon Bagdi Emőkétől hallottam a minap egy előadásában, hogy minden ember hisz, tehát az, alapvetően minden embernek van hite, csak nem mindegy, hogy az, az milyen alapokon, milyen irányba mutat. Hát mi úgy gondoljuk, hogy mi abszolút értéket tudunk felmutatni azzal a Krisztusi tanítással, hittel, amit, amit igyekszünk közvetíteni. Nemrégiben a bíboros úr és Veres András püspök atya Rómában jártak a Szentatyánál, és utána egy örömhírrel számoltak be, hiszen a Szentatya egyéves látogatásának egyéves évfordulójára egy nemzeti zarándoklatot hirdettek. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy erre a nemzeti zarándoklat, ennek az előkészítésére, a szervezésére felkértek minket, már ö, voltunk is, ö, sőt meg is hirdettük a programot, lehet látni, egyeztettünk is a püspöki konferencia ö, elnökével, Veres András püspök úrral, illetve Tóth Tamás titkáratyával. Ö, megvan a program, a szentmisék egyeztetése, a szent atya, nagyon nagy megtiszteltetés a számunkra, nagyon-nagyon örültem, mikor Veres András Püspök úr elmesélte, hogy, 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 hát azt ajánlotta, és azt a Vatikán teljes egyetértésével, hogy, hogy, legyen külön találkozunk, tehát ne csak az általános fogadáson, hanem külön találkozunk majd a hatodik pálterembe, mi a Zarándoklat, a Nemzeti Zarándoklat résztvevői? nagyon nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Most még vannak Budapestről, Bécsből induló repülős lehetőségek, illetve autóbuszos lehetőségek is a jelentkezésre, a csatlakozáshoz. Különböző formában jelentkeznek per pillanat, mármint hogy szervezetten is, meg egyénileg is. És azt látom, hogy a szentföldi események még ezt egy kicsit fel is fogják gyorsítani, mert aki nem tud eljutni, már pedig csak nekünk a következő egy évbe per pillanat, hát hogyha úgy nagyon összeszámolom, nincs betöltve minden hely még a jövő évre, de lehetőség szintjén potenciálisan, hát több mint ezer zarándokunk szerveződött a a Szentföldre. Így Igen. van. és mm -hmm. Úgyhogy úgy, hogy azt hiszem, hogy sokunk várakozását teljesíteni, hogyha ez ők például egy az egyben most átjönnének, mármint létszámbeli. Mm -hmm. Aminek nagyon örülök, tegnap még a motorosok is felhívtak, a pálos motorosok. Bátor Boton pálos atya jelentkezett, hogy hát úgy gondolták, hogy ők is eljönnek erre a nemzeti zarándoklatra. Hogy csatlakoznának ők is hozzánk. Persze ők motorral fognak jönni, úgyhogy sok, sok formában zarándoklunk majd. Óriási megtiszteltetés. Krisztus a jövőnk, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia háladó Nemzeti Zarándoklata a címe a Zarándoklatnak, minden benne van. Milyen? Április 22 és 26 Április lesz, 22 ugye? és 26. Most már van olyan, aki már 21-én el fog utazni, mert hogyha sok repülőjárat miatt, foglalások miatt, most már van, aki már vasárnap délután, vagy például a motorosok is vasárnap fognak indulni 21-én, mert hogy nekik egy, lesz egy pihenő napjuk az utazásban, pihenő éjszakájuk, tehát megpihennek útközben, Közbe, és úgy jönnek tovább majd. Hát akkor erről még szerintem sok szó fog esni. Most nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélgethettünk egy kicsit ezekről. A Én köszönöm, köszönöm, és szeretettel várjuk az LVTM-t is ezekre az arándoklatokra. Nagyon-nagyon örültem, hogy együtt voltunk az idei évben Csíksomjón, is. <laughs> és nagyon remélem, hogy hogy így lesz ez a jövőben is. Jó isten áldja. Mind, Ágyom mindenkit, Abszolút. aki próbál ezen a pályán tenni valamit, akár a partvonalnál labdát szedni, akár benne a közepén. Ö, és én úgy gondolom, hogy, hogy az LVTN és ezen belül Juditék is nagyon sokat tesznek. Tehát nagyon-nagyon fontos, én folyamatosan figyelem, látom a, a nézettségét is, nagyon fontos nyilvánvaló, hogy nem egy nagy kereskedelmi tévével, de, de azok, akik viszont odafigyelnek erre a televízióra, azoknak egy jelentős része a mi... Ö, akár a mi lehető potenciális zarándokainknak is a kemény magja. Tehát, és, és én azt hiszem, ezt más is elmondhatja, hogy érdemes azokra odafigyelnünk, akik odafigyelnek például az LVTR-re. Így van, és nagyon fontos, hogy a nézőink, akik viszont csak lélekben tudnak utazni, minél többet imádkozzanak most adott esetben Izraelért. Például, de ezt valamennyiünknek, akik valóságosan is tudnak utazni, azok is imádkozzanak, imádkozzunk. Nagyon nagy szükség van. Tehát most ö, ö, megint csak az imáink, ö, de, de az imáinkra mindig nagy szükség van, csak ilyenkor valahogy még inkább figyeljünk oda egymásra, ez biztos, hogy ö, hogy erre, ö, erre kell, ö, oda kell figyeljünk, egyáltalán szükség van az imára. Így van. Köszönöm szépen Budai Lászlónak! Én is köszönöm szépen!